Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. Új rendszerhez, új módszerek, bölcsödik a változások tükrében, megtartotta első hivatalos ülését a Hagyma munkacsoport. A pedagógusokat köszöntötték Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádiót hallgatják és annak híreit. 2017. június 9-én, pénteken 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Konferenciát tartottak bölcsődei szakembereknek a Borsodabói Zemplén megyei könyvtárban a héten. Mintegy 100-an gyűltek össze Nógrádból és Borsodból a rendezvényen, ahol 4 előadást hallgathattak meg a témában. A Magyar Bölcsödék Egyesülete és a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény egésznapos konferenciát szervezett Bölcsöde a változások tükrében címmel a hét közepén a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtárban. A rendezvényt Szekanec Noémi nyitotta meg. A polgármesteri hivatal egészségügyi és szociális osztályának osztályvezetője elmondta, mindig nagy örömet jelent számára egy-egy szakmai konferencia megszervezése. Ez kiváló alkalom arra, hogy az adott szakterület különböző szereplői találkozzanak egymással, kicserélhessék tapasztalataikat, gondolatot ébresztenek egymásban a továbbfejlődésre, és megtudhassák az esetleges jogszabályváltozásokat. A családpolitikában jelentős szemléletváltás történt. Legfontosabb ma a családalapítás és a gyermekvállalás. Míg 2010 és 2013 között évente mintegy 89 ezer gyermek született, addig 2016-ban ez a szám 93 ezer volt. A bölcsődei ellátásban az a cél, hogy 2018-ra több mint 17 ezer férőhelyel bővítsék a bölcsődei férőhelyeket. Gúr Péter Attila szerint ez a konferencia egy olyan lehetőség, indító állomás, amely mindenki számára nagyon fontos. A Meszegyi megbízott intézmény vezetője kiemelte, hogy a témában ez az első konferencia Miskolcon. Folyamatosan változik az egész rendszer a gyermekjólét területén. Különösen jó, hogy nem csak a bölcsődei ellátással foglalkozók, hanem más területek szakemberei is ellátogattak a rendezvényre, hiszen az ellátások egymás nélkül nem működnek, fogalmazott. Az előadások sorát Dávid Mária, az Eszterházy Károly Egyetem docense nyitotta meg, aki felsőoktatási lehetőségekről beszélt a kisgyermeknevelő képzésben. Őt követte Szurominé Balog Mónika, mesteroktató, aki többek között a bölcsödék férőhely bővítéséről beszélt. Belegényi Almási Erzsébet, a Meszegyi szakmai tanácsadója, a napközbeni ellátási rendszer változásairól tartott előadást. A Csainé Végvári Katalin, az MBE elnöke pedig az egyesületük feladatairól szólt. A Városházán átadták a pedagógus szolgálati emlékérmeket is. A díjkiosztóval minden évben az óvodapedagógusok áldozatos munkájáért mond köszönetet a város. Idén 20-an részesültek elismerésben. Zsíros Tünde, a Százszor Szép Óvoda vezetője, a múlt héten Balogh Zoltán minisztertől a Brunswick Teréz díjat is átvehette. Az óvodapedagógusok is azért dolgoznak, hogy a gyerekek elérhessék álmaikat. A díjazottak közül sokan több mint 4 évtizede dolgoznak gyerekkel. Idén 20-an vehették át a pedagógus szolgálati emlékérmet. Megtartotta első hivatalos ülését a Hagyma munkacsoport. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által idén tavasszal megalakított munkacsoport hiánypótló szerepet tölt be a magyar hagyma népszerűsítésében, a termelés hatékonyabbá tételében. Alapvető cél, hogy amely időszakokban van magyar áru a piacon, akkor azt forgalmazzák a kereskedők. Ehhez természetesen a fogyasztókat is meg kell győzni arról, hogy választásokkal a magyar termelőket segítik, hangsúlyozta rádiónak Györfi Balázs, a kamara elnöke. Most őt hallják. Magyarországon az éves vöröshagyma fogyasztás, csak úgy visszaítási számokat tudjunk közölni, ez egy megközelítőleg 8-9 kg per fős fogyasztás jelent. A fokhagyma ennek pont az egy tizede, tehát olyan 1 kg alatt fogyasztunk évente fokhagymát. Vöröshagymából a termelés mindegy 65-70 ezer tonna, fokhagymából 6-8 ezer tonna, éven ezer évtől függően változik, viszont azt is látni kell, hogy az exportunk az sajnos nem túl jelentős. A vöröshagymából mindegy 1-2000 tonna, fokhagymából még az 1000 tonnát sem éri el. Ezzel szemben vöröshagymából 15-20 ezer tonna az import, amivel évente számolnunk kell, mint beérkező mennyiség. Ugyanez a fokhagyma vonatkozásában
egy 1000-1400 tonnát tesz ki. Tehát így gondoljuk, hogy van miről beszélni a lovacsoport keretein belül, van hova visszafejlődni, mert mindannyian sejthetjük, hogy azért a magyar hagymaágazat korábban különösebb megerőtetés nélkül volt képes ellátni a magyar fogyasztókat. Hát erre az útra kellene visszatalálni, és ez a munkacsoportban nagyon elkötelezett emberek vannak, akik ezt a célt tűzték ki maguk elé. Két kerékkel a Szent István térre, kerékpáros körverseny Miskolcon. A miskolci szakasz lesz a legnehezebb, a versenyzőkre meredek emelkedők várnak. A magyar kerékpáros körverseny június 27-én rajtol, a mezőny július 1-én érkezik a városba. Ekkor érdemes lesz mindenkinek kerékpárra pattanni. Miskolc igazi nagy rendezvénnyel készül. Nyeremények, meglepetés, bringás és zenei élmények, vagyis kiváló szórakozási lehetőség várja a Szent István térre érkezőket július 1-én. Kis János alpolgármester elmondta, Miskolc várja a családokat és a baráti társaságokat a rendezvényre. Hozzátette, július 1-én az ország újra Miskolcra, a marketing fővárosára figyel majd. Ez egy újabb mérföldkő azon az úton, amelyen Miskolc azt próbálja bemutatni, hogy ez a város kulturális és sportrendezvények tekintetében szívesen megmutatja magát az országnak, és ha úgy adódik, természetesen az egész világnak. Ma Tour de Hongrie június 27-én rajtol. Idén 17 csapat, 32 ország, 96 versenyző nevezett az összesen 740 km versenytávra. A mezőny július 1-én érkezik Miskolcra, ekkor bárki kerékpárra pattanhat. Miskolc ugyanis igazi nagy rendezvénnyel készül a Szent István téren. Megjelent Hajnal József első regénye, a Mágdobáló című könyvet az ünnepi könyvhét részeként a megyei könyvtárban mutatták be. Hajnal József több évtizeden át dolgozott újságíróként, de volt főszerkesztő, a Szolnoki Néplapnál, később pedig a Magyar Rádió Miskolci regionális stúdióját vezette. Hajnal József újságírói élményeit vetette papírra, amint, mint mondja, sírni és nevetni egyaránt lehet. Aki ebben a szakmában dolgozik, mármint az újságírói szakmában nagyon sok emberrel találkozik, és nagyon sok történetet hall, mondta az író. Ezeknek a történeteknek egy jelentős hányada nem adható közre. Egyrészt jogi okok miatt, másrészt személyiségi okok miatt, harmadrészt meg némelyik a nyomdafestéket nem tűri, hangsúlyozta Hajnal József. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillag.rádió híreit hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.